Gyerekek, ez egyszerűen zseniális, tehát ekkora szopatást már nagyon régen láttam. Na srácok, sziasztok, a mai videómnak a középpontjában egy licitálós oldal fog állni. Nem tudom, hogy mennyien ismertek a Vaterát, igazolt annyi a lényeg, hogy cégek, illetve magánszemélyek föltesznek hirdetéseket, és azokra lehet licitálni. Leggyakrabban ezek ruhák, bútorok, mobiltelefonok, notebookok, kamerák, stb. És igazából ezeket nagy részbe el szokták adni, bármiféle probléma nélkül. Na de akkor mi van, amikor random görgetsz a Vaterán, és egyszer csak meglátod, hogy eladó egy villamos. És hát az ilyen sima aukcióknál nem is szokott semmi probléma lenni, tehát licitálnak rá, túl licitálják őket, megveszik őket, átveszik, továbbadják haszonnal, de hát egy villamos az azért más tészta. Szóval igen, a BKV-nak van pár felesleges villamosa. És hát kitalálták, hogy el kéne adni őket. És hát hol? Hát a Vaterán. Hát licitáljanak rá az emberek. Hiszen minden embernek szüksége van egy kurva villamosra. És hát itt a hirdetések alatt lehet kérdezni az eladótól, és hát nem kímélték a BKV-s munkatársakat. Tényleg sajnálom őket, mert olyan helyzetben vannak, hogy kénytelenek válaszolni. Tehát ez nagyjából olyan, mintha én felhívnám a TV-szolgáltatómnak az ügyfélszolgálatát, az a supportját, és hiába kérdeznék fasságokat, a supportos nő vagy férfi kénytelen válaszolni, hiszen ezért fizetik ez a munkája. Hát itt is kénytelenek voltak válaszolni, szegények. Szóval nézzünk is meg egy hirdetés, amiben egy villamost kínálnak eladásra. Hát igen, 14-24-es pályaszámú GENSZ csuklós villamos a BKV ZRT-től. 85 megfigyelő és 356 ezer látogató. Azt a kurva. A kikiáltás jár közel 1,5 millió forint, és erre még lehet rálicitálni, tehát lehet, hogy 2 millióba is kerül egy ilyen villamos. Csak hát fönt van bár pár napja, és nem igazán érkezett rálicit. Itt láthatjátok a szépséget. Nem tudom, én így megláttam, és elgondolkoztam, hogy most már tényleg itt az ideje, hogy félretegyek pénzt is, ne csak elbasszam, mert megláttam ezt a villamos, és én akarok egy ilyet. A jó öreg 47-es villamos. És hát nézzük is meg a videónak a fő témáját, hogy szétszopatták a BKV-t, szóval jöjjenek a kommentek. Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogyha veszek egy ilyen vadállatot, akkor mehetek vele erre-arra Pesten? Vagy mondjuk így éjszaka korzózhatok vele? A garázsukba lehet bérelni neki helyet havonta? Köszönöm szépen! Zseniális, tehát egyszerűen lehetetlen nem észrevenni benne az iróniát, nagyon jól csinálta a kérdés írója. Elnevezte a 47-es villamost vadállatnak. Hát nézzük meg, hogy a BKV-nek a munkatársai mit tudnak arra reagálni, hogy egy ember szeretne korzózni a villamossal Pesten. Köszönjük érdeklődését! Magáncélra semmilyen körülmények között nem vehető igénybe Budapest villamos hálózatának kötött pályája. Szóval, ha veszek egy villamos a BKV-tól, akkor basszatom, hogy bárhogy is használhassam, hiszen a BKV által felállított síneket nem használhatom. Jaj, bazd meg, sokba fog nekem kerülni ez a villamos, még sínpályát is kell hozzáépíteni. A megvásárolt járműveket a nyertes üzlet követő adásvétés szerződésbe foglalt határidőn belül a vevőnek el kell szállítani a BKV ZRT telephelyéről. Most nem azért, de hogy a faszba szállítok el egy kurva villamost? Még arra azt mondom, hogy oké, bemegyek az IKEA-ba, veszek egy bútort, még elszállítom, vagy elszállítatom, de egy villamost, azt hogy szállítok el, vagy hogy szállítatok el? Tehát ahhoz nem tudom, hogy mit kell felbérelni, hogy egy kurva villamost el tudjak szállítani. Hát mindenféleképpen írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mi kell egy villamosnak az elszállításához. A sínek és a felső vezetékek járnak hozzá, vagy azok külön aukción lesznek elérhetőek? Esetleg megállókra is számíthatunk? Kipróbálási garancia van, illetve futárral küldik, vagy csomagponton lehetséges-e az átvétel. Szép is lenne, hogyha BKV elküldene egy villamos futárral. A járművön kívül egyéb ingóság nem tárgya az aukciónak. Van néhány haszonállatom, disznó, tehén, meg ilyesmik, őket szállíthatom benne. Vonóhorog van rajta. Utánfutót meg ekét szeretnék húzni vele. Nagy zene van benne. Jézusom, ez zseniális egyszerűen. Amennyiben megvásárolja és elszállítja a járművet, ön dönte, hogy a hatályos jogszabályok betartása mellett mit szállít vele. Azért sunyik, mert figyeld meg, még odaérek, hogy természetesen nem Budapest villamos hálózatán. Ez óriási. BKV ellenőr jár hozzá? Remélem, igen, mert ha nem, akkor fel kell vennem egyet. Ez megkoronázza a hétfőmet, esküszöm. Szegény BKV-s munkatársak erre is kénytelenek voltak válaszolni. Árverési felhívásunk megtalálja pontosan az aukció tárgyát. Karácsonyra szeretném egy-egy villamossal meglepni a családomat, így érdekel, hogy a tárolásuk addig megoldható lenne önöknél. Ha hazaszállíthatom idő előtt, akkor attól félek, hogy megtalálnák és oda lenne a meglepetés. A karácsonyfa alá befér a villamos? Milyen jó kis karácsonyi ajándék lenne
egy villamos. Na, valaki már megdicsérte őket. Minden elismerésem az öné, és gratulálok a végtelen türelméhez, mivel ezt a sok, magát szellemesnek képződő trollt kezeli. További kitartást. BKV megköszöni szépen. Na hát, YouTube userek is betévedtek a vaterára. Ricardo 51 kérdezi. Lenne egy pár kérdésem önhöz, kedves uram. Először is azt szeretném kérdezni, hogy lopott-e. Ricardo most már nagyba játszik, most már villamosokat lop. Azt nem tudom, hogy hogy oldja meg, de biztos elég ügyes hozzá. Nem tudom miért, de itt a vaterán meg úgy általában sehol nem adják meg azt a nagyon fontos infót, hogy lopott-e. Második kérdés az lenne, hogyha én nagyban furikázok Budapest utcain, megbüntethet-e a rendőrbácsi. A harmadik kérdésem az lenne, hogyha én veszek önte egy csomó villamost, akkor futtathatom a saját BKV-mat? Yeah, bitch, megalapul a BKV-2. Hát, ha jobb lesz. Na srácok, hát ennyi is lett volna ez a kis videó, én nagyon jót nevettem, tényleg szerintem vicces kommentek érkeztek a villamos alá. Hogyha neked is bejött, egy lájkot mindenféleképpen nyomjál rá, és nyugodtan osszad meg barátaiddal, hogy ők is lássák, hogy most tudnak villamost venni. Hiszen kinek ne kéne egy villamos? És a következő videóban találkozunk, én Dazis voltam. Csecse!